Üdvözlöm Szepesi Tibort, itt vagyunk szeptember 27-én, a mai napon kerül sor Karcagon az önkormányzati időközi választásra. Ön már szavazott, miért tartja fontosnak? Jó reggelt kívánok a televízió nézőknek. Én azt gondolom, hogy minden szavazás nagyon fontos az állampolgárok életében, hiszen kinyilváníthatják véleményüket, elmondhatják a szavazatukon keresztül, hogy mit gondolnak a városról. Én bízom abban, hogy a mai szavazáson nagyon sokan el fognak jönni, le fogják tenni voksukat, amellett, hogy folytatódjon az a dinamikus fejlődés, amely Karcagot jellemezte az elmúlt 30 évben is, és olyan felhatalmazást kapjunk a város lakosságától, hogy nyugodtan dolgozhassunk mindazért, amely Karcagon történt, és reméljük, hogy a jövőben is biztosítva a további fejlődés történni fog. A szavazók mi az, amit mindenféleképpen hozzanak magukkal, és ez is miért fontos a kialakult helyzetben? Természetesen amellett, hogy minél többen jöjjenek, menjenek szavazni a megszokott szavazókörökben, az egészségügyi járványhelyzet miatt nagyon fontos az, hogy a távolságtartásra figyeljenek oda, maszkot mindenképpen vegyenek, készfertőtlenítőt használjanak, vagy hozzanak magukkal, vagy a kihelyezett készfertőtlenítőket használják, illetve mindenki hozzon saját tollat, hiszen az a legbiztosabb, hogyha a saját tollával szavazzon, tegye oda az X-et, ahogy ő gondolja, de hát nyilván reméljük, hogy ahogy mondtam, a fejlődést fogja biztosítani, és a Fidesz-KDNP jelöltjeire fog szavazni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!